Romhányi József. Egy költői vénától jól becsípett bolha önéletrajz regényét nekem mondta tolva. Születtem dolhán, egy kutyán. 12-ben, Gezarol után. Atyám paraszti sorban élt egy lobogós gatyán. Anyám egy cipészvérét kicsikarva átment a kisiparba. Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet, s a csípésem jelentősen viszketett. Lakókutyám egy jó kis pulipintyó, mint jó suba betakart. De többet akart ifjúi vágyam már tavaszra, átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra, mely nem soká a plébános ebe lett. Szemem előtt tehát már a papipája lebegett. A lelkem felkészült, s a tornácon, hol este a lelkészült, magam is reverendába bújtam. Ám az új tan, s a jámborság nem kötött le sokáig. Megláttam másnap a szakácsnő bokáit. Fogtam magam, s kiugrottam. De csalódtam benne. Sós volt, és lagymatag. Az örökös hagymaszag tönkre tette a gyomrom. És olyan testes volt, hogy féltem agyonnyom. Nem maradtam egy estet sem. Megszöktem a sekrestésben, aki velem a kocsmában tántorgott. Magához vett a kántor ott, s hogy lett tanyám egy tanár úrna drágja. Ez a kis út nagy dráma a kántorné életében. Én megértem. Így kerültem iskolába, amit néhány diákban tisztességgel kijártam. Tanulnom ugyancsak ritkán akarózott, de mivel az osztály sűrűn vakarózott, szavamra, valamit mégiscsak szívhattam magamba. Érettségi vizsgánkon én átmentem. Az elnökre. Felnyögve kaparászott utánam, s bár az ízét utáltam, mégis pályám érdekében addig benne éldegéltem, amíg a rég áhított fővárosba szállított. Az elnök egy kis színésznőt szeretett. Így kaptam szerepet az egyik színpadon. De nem szerepeltem soha a színlapon, mert atyám tanácsa mindig bennem maradt. Soha se engedd kinyomni magad. Színésznőm illatos szoknyáján hintázva jártam a színházba. Az öltöző pad alatt én is mindig jól kicsíptem magamat. Ám az én művésznő, felelőtlen fruska, ráerőszakolt egy színikritikusra. Azt hittem, vérembe megy most ész, értelem. De rágós volt, fanyar, avas és vértelen. Ezért ugrottam át önhöz néhány napra, többi rajongómat inkább megváratva. Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot! S ezzel a bolha jól belém harapott. Akkor át csaptam rá, hogy hasadt a paplan. Hogy ugrott-e mégis? Megfoghatatlan. Veszítve karriert, nagy lakomát, riadtan menekült az ablakon át. Tova tűnt egy kóboreben kutyagolva. S lett, ami volt, kutyabolha. A vers menedékhely, ha elbújnánk a világzaja elől, és helyettünk beszél, ha félünk kimondani érzéseinket. Én Luther Imre vagyok, ez pedig itt a vers helye. Iratkozz fel a csatornámra, és én kimondom, amit a vers elmond.